Micsoda felgyorsult események vannak, mi? Nem régen még szakállam volt, most meg négy dala. Meg vagyok borotválkozva. De ez mind azért van, mert gyors vagyok. Egyszerűen így. Nem, amúgy megborotválkoztam, mert úgy volt, hogy hajvágás lesz, meg egyebek. De majd nem sokára lesz hajvágás is. Amúgy azért nyomtam be most ezt a kis lámpát, mert most kapcsoltam vissza a gépet. Hát vlogolni most nem tudok úgy másfele elmenni, mert elég esős az idő. Most nem esik, mert most voltam kint az előbb a kutyával, azért van rajtam. Kabátom, nem azért, mert fázok, hogy valami, ez a főső meg jó. Szeretem a rajtamon, mert ha leveszem, akkor meg ez a szürke van rajtam, amit amíg is sokat hordok, aztán nem akarok itt ezzel bajlódni. Na. Holnap veszek majd egy ragasztót, ezt a pillanatragasztót, és akkor majd meg lesz ragasztva az állványnak a lábrésze, és akkor legalább már könnyebb lesz a dolgom, mert akkor majd meglátjuk, hogy hogy sikerült megragasztanom. Akartam arról videót csinálni, hogy eltört a lábrésze, de most azt meg tudom mutatni, amúgy szerintem, hogy bekapcsolom a hülye sapka. Most te menj oda, az előző sapkámat elvesztettem, megmutatom a akkor az állványt, hogy milyen, valahol itt van, megvan. Mert már régóta akarom ezt így nektek bemutatni, mert jó, hát most így nem látszik, hogy van-e bajom, vagy valami. Hát itt van, hoppá, oda nézd, van-e is válik, tehát nézd meg, tehát amúgy ez az alsó rész, ez mágneses, tehát ez így össze szippantja magát, és ez a rész így levált. Mondjuk annyiból jó, hogy nem tud leesni, tehát rászhatom bár, hogy nem fog leesni a mágnesesség miatt. De hát ez itt eltört, itt van egy kicsit törési rész, azt nem tudom, hogy fogjátok-e látni, de itt ez a rész letört. Ebből is letört egy picinke. Vagyis hát levált róla, mert szerintem nagy súlyt kapott. Hát ja, na mindegy, holnap megragasztom, veszek egy pillanatragasztót, ott ez nem drága. És akkor így összenyomom, hogy direkt úgy egybe legyen. Szépen, hogy nehogy valami probléma legyen. Így össze, és akkor így fogom megcsinálni, és tök király lesz a dolog. De látod, egyből leválik róla, tehát most azért gondold el, hogy így akarsz logolni, és akkor három lábbal, hogy? Tehát eldől a francba. Tehát nem tud, mert nincs, ami megtartsa. Maximum, hogyha valahoz állítod, és akkor így teszed. De hát az meg milyen már, hogy így két lába, nem, még így is megáll. Na, ezt nem is tudtam, te. Hát ha ezt tudom, akkor ez így tök jó. Hoppá, megáll még két lábon. És csak nehogy az is eltörjön, amelyikek itt vannak. Na, hát ez így megáll. Ó, hát ez tök jó. Ja, hát persze, hogy megáll. Szerencsére azok nem törtek el, mert ezek jobban bírják, csak vigyázok rájuk, mert bármikor megtörténhet. De most már rájöttem, hogy, mert itt alul látjátok. Tehát most így elernyedt. Na, megáll, jó van. Hát szegény lábacska, ezt most vissza kell ragasztanom, úgyhogy ezt holnap megcsinálom. Tegnap, amikor vlogoltam, tudjátok, itt mászkáltam a lakásból, meg a kutyust is megmutattam, meg mindent. Egyszer csak így jövök be, és mondom, furcsa színe van itt ennek a résznek, ennek a picinke résznek, itt. És mondom, hihetetlen, nem tudom, mennyire fogjátok látni, hát szerintem semennyire se. És mondom, hopp, kezembe maradt. Mondom, ne szórakozzál, mondom, most vettem 3000 forintért, és direkt Huawei, tehát ott van, hogy Huawei. Ott van rajta. Direkt Huawei. És ja. De mindegy, megragasztjuk. De látom, hogy két lábbal is lehet ezt. Ó, hát ez frenetikus. Nem? Szerintem lehet. Várjatok, mert a telefon is húzám egyet rajta. Tehát, hogy a telefonnak is van egyfajta súlya. Lenyomjuk itt a lámpát, mert engem egy picit zavar. Nyugi, nem nyomom ki. Remélhetőleg. Bár itt most, na várjatok, mert beleraktuk ide az állványba. És megnézzük, hogy sikerül-e ez a dolog, hogy így is megáll-e. Nem biztos, de szerintem nem. Uh-huh. Nem, mert nem bírja el. Uh-huh. Kicsúszik. Igen, kicsúszik belőle. Nem, mert félek, mert így le lehetne tenni, csak aha. A telefon súlya is egy kicsit így megnyomja, és akkor úgy ugye. És ez akkor ez a baj, hogy nem bírja el. Azt hittem, hogy elbírja, pedig
Milyen jó lett volna, elbírja. Mindegy, tehát... De most ilyen... történet. Ez most ilyen történet, hogy nem bírja. Hát mindegy, azt hittem, hogy sikerül, de... Mert a súly azért az elmozdítja, így elugrik a... Ez a rész itt. Állítom, nyomok lámpát, mert így nem jó. Ez a rész itt elugrik, elcsúszik, ugye? Mert így, hát nem mindig áll meg, az a baj. Most így megáll, de ha a telefont rárakod, már alapból így dőlési rárakod, és mondjuk itt tudom, meg hozzájön, ez így csattam egyet, de gondold el, hogy előrefele nem tud dőlni, mert itt van két láb. Hátra, hátul meg láb kell a lábrész, mert valljuk be őszintén, az fontos oda. Tehát most nincs itt a lábrésze, és már dől hátra, nincs ami támaszza. Na mindegy. Így jártunk, van üdítünk, nézzük csak meg, lehet megittam. Megittam az üdítőmet, hihetetlen, tehát, mindegy. Na jó, ezt a lábat, ezt megragasztok volna, meg minden. Ja. Jó kis faház vlogokat csinálom majd, direkt lemegyünk majd a faházba. Ha megcsináltam az állványt, akkor már jó lesz. Hát reméljük, hogy nem lesz baja. Már ha összeragasztom, akkor már jobb lesz. Mert akkor már könnyebb lesz a lógunk. Azért a lájkos bögre. Már régóta megvan. Jó van, milyen régóta? Milyen szép tiszta. Ja, mert ugye narancsüdítőt iszok, most nem kólát, az is van. Holnap veszek egy ragasztót. Egy boltba is kell majd mennem, veszek valami kaját, hogy azért szoktam sült krumplit, meg ilyeneket. Aztán, ja, majd lesz valami. Azért is a Vlog utcán oficiálra töltöm fel a videókat, mert úgy nem tudom, mit tudom én. Most csináltam ilyen sajtos tészta elkészítésre gyorsan, egyszerűen házilag videót, aztán úgy voltam vele, hogy ma ilyenkor nem akarom azt most felrakni, mert az ja, majd óra, majd 5 óra, reggel 5-kor már föl lesz a videó. Micsoda műveletek vannak itt. Nem, hogy ilyen dolgok történnek. Figyelj, lenyomom. A számítógép fénye milyen jó fényt ad. Ezért is jobb, hogyha felnyomom ezt a történetet. De most ez ilyen, tehát ez most így... Nem, az a baj, hogy pont itt az egér. De átrakhatnám a másik oldalamra is, nem? Tehát miért nem rakom ide? Ja, ugye? Csak... Itt azért másod. Itt azért másabb ez a rész, nem? Tehát egy... Így egy picivel, egy mininkével másabb. Még szerencsére így el tudom fordítani a oldalt, és akkor nem fog eldőlni. Pamkutyáik ugye kiraktak egy új dalt az aranyból címen, de videóklipet is csináltak hozzá, fantasztikus lett amúgy, ugye meg is csináltam a reakció videót rá, és szerintem jó lett, nekem tetszik. Majd amikor úgy alakul, akkor azért lesznek normálisabb videók. Mindegyik videó, ami normális, csak ilyen vlogok lesznek. Leginkább. Meg van egy-két ötletem, majd azokat is így megcsinálgatjuk. Meg sok mindent úgy, ahogy kell. Na, mióta megy a vidinyó? Nincs 8 perce, meg itt izélok. Azt hittem, hogy már több mint 10 perce megy. Mehetne is amúgy. Meg minden. Ja, na, VK vlogot néztem, ugye ő Nike szettekbe, meg egyebekbe nyomja a történetet. Az ő videóit néztem a múltkor, meg amit felrakott, néha-néha felrak videót. Ja, másokat nem nagyon nézek. Herbit nézem amúgy, a legtöbbször. Cibók Lászlót is szoktam nézni, már amikor úgy érdekesnek tartom a az adott videójának a témáját, és azt mondom, hogy jó, menjen, vagy közben megy a videója, közben ő beszél, én meg mit tudom, nézek valami más videót is. De azt hang nélkül, hogy mondjuk mit tudom én, ilyen street fight-okat szoktam nézni, ilyen őrültségeket, meg ilyen mit tudom én, mindenféle videót, amit találok, így megnézem. Vagy éppenséggel csak vlog videókat nézek. Nagyobb videósokat nem szoktam. Na. A sajtos tészta elkészítése gyorsan, egyszerűen, házilag. Premier dátuma 19-11-ó, 11-e, 5 órakor.
Az az, hogy reggel 5-kor lesz fent a videó. De most már fent van a vlog videó, hello ősz. Őszi, hideg van, dumálás, mit tudom én. Ja, mondjuk az érdekes 13 megtekintés. A Rio Oficiálon. Ugye ott megszavazták, hogy itt van a szavazás, hogy 75%-kal legyen több videó, kb. 5. Nagyon sokan néznek meg, követnek, úgyhogy én ennek nagyon örülök. A kommentet meg egyáltalán nem akarom meghagyni, mert minek? Tehát nem olvasgatok én itt kommenteket. Instagramon bekövetnek, aztán akar valaki valamit felteszi ott a kérdését, vagy ír, vagy ha van valami olyan ötlete, hogy milyen videót készítsek, vagy miről mondjam el a véleményem, vagy mit tudom én mi, akkor majd fogja, aztán elmondja, hogy mit, hogyan szeretne. Unfield gameplay videókat is szoktam nézni amúgy. Tehát azokat nagyon ritkán, valamikor így kiadja, aztán így ránézek, valamikor végignézem, azért érdekesnek tartom. Leginkább amikor Istivel közös videókat csinálnak, közösen játszanak, na mondjuk Isti az egy jó fej, de az ő videóit egyáltalán nem nézem. Az meg az én hibám, hogy miért nem, vagy nincs időm rá, vagy egyáltalán nem is akarom végignézni, vagy pont nem azt a videót nézem meg, amit most mondjuk Istit vagy Unfieldot. Itt ezen a Rio Oficiál csatornán rengeteg mindenkire fel vagyok iratkozva. Bence vlogol, Pamkutya, rep.hu, Horváth Martin, Bartos, úgy nagyjából videósok, Zsíros Deszka, Nasz Dániel, ki van még? Rugós Beke, az ő live-ját néztem a múltkor, Molnár Krisztiánra fel vagyok iratkozva, ki van még, aki úgy vlogger, és fel vagyok rá iratkozva. Azt nézem, mert itt kiírja. Videóinfo egyre is fel vagyok, de neki nem nézem a videóit. Tehát olyan főző műsort csinál, ugye. Szerintem mindenki tudja, mert megcsappant a nézettsége, ez fura. Zsolf Time-ra vagyok feliratkozva, az ő videóit sem nézem. Isti Place, az ő videóit sem nézem, ugye, aki Amfidal csinál videókat. Kuhár Bence csatornájára is fel vagyok iratkozva, azokat nem nézem. ST22 Lacika, arra is fel vagyok iratkozva, nem tudom, hogy miért, de nem nézem a videóit, pedig nagyon érdekeseket mond, és nagyon jó a videói, kik vannak még úgy, várjál. Ádám ugye Bartosnak a menedzsere, producere mondjuk azt, ő mondjuk nem is tölt fel tartalmat egyáltalán. Ricül Márk, ő mondjuk nem is láttam, hogy rakott fel új videót, nem jelzi, mert ott van egy kék pöntje a nevet mellett. Anfieldra vagyok, Metal Castiel, az ő videóit egyáltalán nem nézem, csak feliratkoztam rá, nem is tudom miért. Szikton TV-n, mondjuk ők ilyen vicces kis pillanatokat csinálnak, az hihetetlen Mr. Beats. Tudjuk, a külföldi srác, fiatal srác, és iszonyú nagy nézettsége van. Ja, kikre vagyunk még úgy? Hát az így nézegetem a dolgokat, hogy piszkat erre például az ő videóit, egyáltalán nem nézem, nem is értem. Tehát így, ja, fel vagyok iratkozva rá, aztán kész. Ja, gyerekek, hát úgy, sok mindenkire fel vagyok iratkozva. Nem tudom, hogy mennyi videós van itt, de van egy pár szerintem, akikre fel vagyok. Vagy lehet, hogy nem annyi, de majd, ja, majd egy-kettőt megnézek. Nem azokat, akiket felsoroltam, hanem úgy néha szoktam. Ékönt azt mondjuk szeretem hallgatni. Most Ékön kirakta az Akonda című lemezét, azt hiszem. Az a című, hogy Akonda, ugye? Mindjárt meg is nézzük a lejátszás listát. Akonda, igen, Akonda. Ékönnek a legújabb lemeze. Meg volt az El Negretto, Negretto, El Negretto lemeze, ez a kettő, ami jó. Meg jó dalokat csinál, jó klippeket. Ékön a legjobb, szerintem. Kinek van jobb Verdája? Jó, most mit keresek én itt? Ja, Anfieldnak a csatornájában vagyok. Ja, itt nézegetem, hogy kikre vagyok feliratkozva, még így youtuberekre. Nem tudom. Sok mindenkire fel voltam, és sok mindenkiről le is iratkoztam. Márkó Rebeka, ugye ő videós? Azt hiszem.
Igen, Dezső Bencének a barátnője. Remélem, jól mondtam, ugye? Dezső Bence barátnője. Igen, ő az, aha. Az ő videóit se nézem, de miért? Ah, mindegy. Borzalmas. Nem nézem a videóikat. Milyen szemét dolog ez. Mindegy, ígérem, hogy bele fogok nézni a videóitokba, kedves emberkék, akiknek itt a neveit felsoroltam. Atyavirág. Mark vlogol, az ki? A meg ki? Ki ez a Mark vlogol? Ez ki ez a csávó? Azt sem tudom, minek vagyok le feliratkozva. Gyorsan leiratkozunk. Nem tudom ki, ez valami autós izék vannak itt. Április vlog. Nem tudom ki ez a csák ez. Volt egy valami csávó, aki mindig ilyen gyúrós videókat csinált, nem is gyúrós, de így próbálkozott ilyen kihívásokkal, az a csávó az nem volt szimpatikus. Nem akiről most beszéltem, mert ez valami, nem tudom, Drake. Milyen? Kevesebb megjelenítés. Hű, elég sok emberre fel vagyok iratkozva, meg rengeteg külföldi előadókra. Király Viktor, Scarfo, meg Sláger TV, Angel Music, Bánki Beni, Jézusom, atyavilág, ennek meg álhaja, mint a nemzeti zászló, 3 évvel ezelőtt, de jó ég, félmillióan megnézték azt a videóját. Ja igen, Csenge Forstner, tényleg őre nem is vagyok feliratkozva, leiratkoztam, még az ő videóit sem nézem. Ez érdekes, nem? Hogy mi, Radics Attila. Ja. Wes Gotti, Vastag Csaba, Maluma. Vannak itt izék. Rebel Music, meg Gold Records, Benny Pova. Őre is fel vagyok iratkozva, de elég régóta nem rakott le semmit. Ja, 3 hónappal ezelőtt rakott fel egy videót, azóta nem hallottunk róla. Na mindegy, igazából ennyi érdekesség van, most meg már így kezd sötét lenni. Amúgy nincs sötét, mennyi az idő? 3 óra 32 van, és olyan sötétnek tűnik. Hát ebben a szobában amúgy ilyen, tehát most felnyomom a lámpát, akkor se lesz másabb, mert akkor is ilyen helyzet van. Amúgy most fogok komolyra mondom nektek, ha felnyomom a lámpát, ennyi. Ennyi a fény. Ennyi a fény. Tehát most látjátok, hogy ennyi a fény. Ezzel meg most mit kezdjél, érted? Ezzel nem tudsz mit kezdeni, mert ennyi a fény. Kicsit össze-vissza áll a hajam, ezért kellene a fodrászomnak jönnie, hogy megnyírja, mert most már, mint látjátok, megborotválkoztam, úgyhogy nagyon jól el vagyok. Most pedig lépek, mert megyek. Megyek, mert mennem kell! Megyek, mert mennem kell! Na, sziasztok, vigyázzatok magatokra is! Találkozunk a következő videókban. Iratkozzatok fel a Rio Official csatornámra, a Vlog utcán Official csatornámra, és a leírásban megtaláltok mindent. Instagramon bekövethettek RioMC26, beírod, és már tudsz is követni. Meg a Rio Official 25. Ez a kettő. Instagram oldalam van, de ha akarjátok, követhetitek a Depi Dogs nevű kutyuskámnak az Instagramját, oda is töltök fel mondjuk a kutyuskáról képeket, kis videókat, egyebeket, és sorolhatnám még, etc. 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 Köszönöm szépen a figyelmet, én most mentem, Jézus Krisztus legyen veletek, ámen. Imádkozzunk!